Már évek óta a Mi Hazánk mozgalom azt hangoztatja, hogy igenis méltánytalan a végrehajtók, a népnyúzó végrehajtók gazdagodása, miszerint ugye több 100 millió forint éves bevételre tehetnek szert, ugye ez területileg különböző lehet a végrehajtók között. Ugye ez volt az alapja a kirobbant korrupciós botránynak is, ugye a dr. Sádor György és Völner között, illetve ugye nemrég derült fény, hogy ugye sikkasztás miatt vádat emeltek az egyik Nógrád megyei végrehajtó ellen. Ennek érdekében ugye a 2007. évi 152. törvény a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget ír elő a önálló bírósági végrehajtók számára. Ez ugye az évek folyamán kezdett komolyabbá válni, eleinte csak a bíróság irányába kellett erről nyilatkozniuk, sőt a rokonoknak sem kellett, most már kell, de a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal szerint ezek az adatok, ezek nem nyilvánosak és nem közérdekű adatok, amit a Mi Hazánk mozgalom sérelmez. Elvárnánk ugyanis, hogy minimum nyilvánosak és hozzáférhetőek legyenek ezek a vagyonnyilatkozatok, mint ugye az országgyűlési képviselőknek, vagy az önkormányzati képviselőknek is ugye ez kötelező. Azt nem mondom, hogy nem lenne kellemetlen ez a népnyúzó végrehajtóknak, mert azért az be kell látni, hogy ebből a több 100 millió forintos bevételből nem kevés vagyont halmozhattak fel, ugye ez akár gépjármű ingatlan vagyonra is tekintettel, amit hogyha egy-egy adós ugye megnéz, vagy közszemlére kerül, ugye ez nagy felháborodást is keltene, de mi pont ezért szeretnénk ugye a végrehajtást is non-profittá tenni, hogy ilyen méltánytalan gazdagodást a végrehajtók ne követhessenek el. Ne csak pozitív jogosítványokat várjanak el a végrehajtók, hanem igenis ezzel is szembesüljenek, és hogyha ezt a hivatást választották, ami egyébként egy jogos és szükséges hivatás, a végrehajtás, akkor ezeket a módosításokat is magukra kötelező érvényűnek kellene, hogy érvényessék, és ne csak azt, hogy hivatalos személyekként funkcionáljanak, ami egyébként számunkra, hogy egy KFT vezetőjeként ők hivatalos személyek, az már alapvetően is kérdéses. Ezért is követeli azt a Mi Hazánk mozgalom, hogy igenis legyenek hozzáférhetőek és nyilvánosak a végrehajtók vagyonnyilatkozatai, illetve vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményezünk a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságánál azokra a végrehajtókra vonatkozólag, akiket 2015-öt követően nevezték ki, és esetlegesen érdekeltek vagy érintettek lehettek ebbe a végrehajtási korrupciós botrányban, és elvárjuk azt, hogy az őrzésre jogosult ezt a vagyongyarapodási vizsgálatot folytassa le, mert ebből meglátásunk szerint ugye kiszűrhető lennének ezek a jogtalan pénzmozgások, és végre ideje lenne a magyar emberek oldalán és az adósok jogai oldalán állni, és a végrehajtást non-profittá tenni.